Ugye ez egy öreg gyümölcsös volt, az öreg gyümölcsöst kiváltottuk, és állandóan fiatalítottuk. Nagyon sok gazda tudja, hogy mi az a fogykár. Ebben voltunk már mi is egy pár éven keresztül. Volt, hogy mikor majdnem az egész termés elfent. Az idén szépen szép volt a termés, hála Isten, hát mi örüljünk neki, hogy megúsztuk a fagyot. Épp azt számoltuk az idén is, hogy legalább egy olyan 20-25 tonnát bevittünk a sióba is. Mármint családon belül. Téli időszakokban egy kicsit lehet lazítani. Hát főleg mikor esik a hó, de mostanában nem esik, akkor lehet. Akkor el lehet lazítani egy kicsit. Aztán tavasszal meg rá kell gyúrni, hogy behozzuk az elmaradást. Kedvenc ültetvényem az a jelen pillanatban ez az őszi barack. De különben ugye most telepítettünk cseresznyét, az is szép minden, de hát azért mégiscsak az őszi barack az őszi barack. Magyar gyümölcsöt, tehát az éghajlat teszi különlegessége, ugye nem mindenhol van ugye ilyen éghajlat, mint itt Magyarországon. Kedvenc gyümölcsöm az őszi barack. Más nem lehet.